Műsorunk fő támogatója a BMW. Támogatónk a magyar Suzuki ZRT. Ruházatunkról a Danger Bikes gondoskodik. Gumi szakértőnk a Revolution Motor. Média partnerünk a Motor és Verda magazin. Egy sajtótájékoztatóra kaptunk meghívást, ami megalapozhatja ismét a magyar gyorsasági motorsport jövőjét. Beszélgető társam ismét Talma. Miről is szól ez a sajtótájékoztató? Lényegében az utánpótlásra már az aktív karrierem alatt is elkezdtem ugye foglalkozni az élsport területén. Ugye Johann Zarco-nak segíthettem, hogy bejutott a MotoGP-re. Akinek a neve most elég ismerős, igen, ugye? Rosszit kergeti, illetve többieket. Nem is kergeti, lehet, hogy le is győzi őket idén. Hát nagyon sok sikert kívánok neki. Akkor itt van Bódi Sihárd, Sebestyén Péter, Somosi Alexander, és sorolhatnám a neveket, akiknek volt alkalmam segíteni, de nem csak az élsport fontos az új egyesület számára, a Talmács Ring egyesület számára, hanem talán azt mondhatni, hogy a tömegsport kialakítása, ami még egy picit talán nagyképű hangzik, ami nincs tömegsport, de elérünk tömegeket, ami azt jelenti, hogy a mobilparkunk, mobilpályánk segítségével éves szinten több ezer gyereket, több mint ezer gyereket tanítunk meg motorozást, motorozni és a motorozás alapját megtanítani nekik. És hát egyrészt van ennek egy prevenciós célja is, ugye, hogy a gyerekeknél ez egy játék, és játékos körülmények között tanulhatják meg, hogy hogyan kell kezelni egy motort, és majd ha későbbiekben motorra ülnek közúton vagy kerékpárra, akár akkor is jobban tudják, hogy hogyan kell közlekedni. Úgyhogy van egy tömeg része, és van egy élsport része. Most az élsport része mögé érkezett egy technikai támogató. Tehát itt nevesítsük, ugye a Yamaha volt, aki mellétek állt, és hát a gépi hátteret biztosítja félig meddig nektek. Jól mondom? Igen, a Talmácsi Ring utánpótlás csapat mögé állt a Yamaha, mint támogató. Ugye egy műszaki sportról, egy technikai sportról beszélünk, azért nem mindegy, hogy a gyerekek új motorral vannak, vagy használt motorral. És ugye az új szabályrendszernek köszönhetően a környező bajnokságokban is megvannak azok a gyári kiegészítők, gyári kittek, amivel versenyképesre lehet tenni a motort, ugye a szabályrendszeren belül. És hát egyre több versenyzőnk van, még ugye több kapacitás van, tehát még jöhetnek hozzánk. Úgy tudom, hogy te is edzőként is dolgozol, főleg azért, mert hogy van egy olyan információ, ami lehet, hogy egyik-másik embernek újszerű, ami... Hát lényegében ugye a testnevelési egyetemet elvégeztem sportszervező sportmenedzser szakon, az előző évben diplomáztam le. Most pedig a Magyar Motorsport Szövetség egy edzőképzés, az oktatóképzést indított, amelyet ugyancsak elvégeztem. Nagyon sokat tanultam, és aznak a képzésnek az volt a legfontosabb üzenete, hogy más szakágak edzőivel is együtt dolgozhatunk, és olyan dolgokat tanultam meg a motorsport más szakágaiból, amelyet tudunk alkalmazni a saját területünkön is. Ugye 14 éves korig karoljátok föl a gyerkőcöket. Hogyha jönnek az eredmények, gondolkodtok azon, hogy tovább viszitek őket? Mert ugye az elmúlt időszakban is azért kineveltetek jó pár gyerkőcöt, ugye a Bodis Ricsinek a neve az előbb elhangzott a te szádból is, akiknek mostanában ugye az a problémája, hogy a menedzseléssel gondjaik vannak. Igen, nem szeretném azt mondani, hogy nekünk mindenre van megoldásunk, illetve nagyon sok mindenre van megoldásunk, de anyagiakban, forrásokban azért nálunk sincs varázspálca. Nagyon sok versenyző nőtt fel nálunk, aztán ugye a versenyzők van, hogy vándorolnak, mennek más csapatokhoz is, és annak is örülünk, hogy van más csapat is, és más menedzsment is, akik foglalkoznak gyerekekkel. Világszinten eredményt elérni és odáig eljutni, ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog, de mi szeretnénk az alapokkal kezdeni. Tehát azért várjuk a fiatalokat, a 4-5-6 éves gyerekeket, mert nem mindegy, hogy akkor milyen oktatást kapnak, hogy a későbbiekben majd arról beszélhessünk, hogy Európa vagy világbajnokságra odaérnek. Mondhatom azt, hogy egy idealista vagy, és úgy gondolod, hogy nem csak a pénz számít ezekben a sportokban? Hát lehetett látni a sajtótájékoztató elején, ahogy én kezdtem a motorozást, ott aztán abszolút nem volt pénz. Édesapám épített egy motort, alakított át, és soha nem voltunk egy tehetős család, de ő mindig megtalálta azokat a szponzorokat, baráti segítségeket, befektetőket, nagy támogatókat, akik későbbében tudtak segíteni, úgyhogy a szülő az egy fontos menedzsment eszköz egy ideig, de aztán van egy szint, ahol már a szülő háttérbe szorul, és igazán jönnek a profi szakemberek. Én azt gondolom, hogy kijártam egy utat, ami most járni kell, és megvan a lehetőség a gyerekeknek, versenyzőknek, hogy ezen járjanak.
És meddig tudnak eljutni, az tőlük is nagyon függ. Szia Ildi, itt vagyunk a Talmács Ring és a Yamaha közös sajtótájékoztatóján. Miről szól ez az együttműködés köztetek? Az alapötlet az tavaly év végén jött elő, hogy mi mindenképpen szeretnénk így a Yamaha verseny elköteleződése miatt részt venni a hazai utánpótlás nevelésben is. És az osztrák ügyvezető, akinek egyébként van versenymúltja, tehát ő találkozott a Gáborékkal egy eseményen, ahol elindult egy ilyen kötetlen formában az egyeztetés, és ennek az eredménye lett évelején egy kooperáció, amely egyelőre 2 évre szól. Tulajdonképpen terméktámogatás mellett egy ilyen hatékony előremutató márka kommunikációt is takar a jövőre nézve. Hát ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ugye gondolom motorokkal, illetve alkatrészekkel segítitek ugye itt a fiatal utánpótlásra. Így van, igen. Tehát egyelőre 14 éves korosztályig szól ez az együttműködés, amely 6 darab motort érint, illetve 6-9 darab motort érint, PV50-esek, R125-ös és R3-as motorkerékpárokat és azoknak az alkatrész utánpótlását, illetve nyilván így a versenyző fiatalok számára tehát tartozék ruházati megjelenést is magában foglal. Körülbelül tavaly év elején kezdtünk így mozgolódni és kerestük a lehetőséget, és mindenképpen így a Gábor szakmai hátteréből kiindulva, meg a versenyzői múltjából kiindulva azt gondoltuk, hogy a Yamaha márka kommunikációjába tökéletesen beilleszthető ez az együttműködés. Műsorunk fő támogatója a BMW. Támogatónk a Magyar Suzuki ZRT. Ruházatunkról a Danger Bikes gondoskodik. Gumi szakértőnk a Revolution Motor. Média partnerünk a Motor és Verda magazin.